Így hat rám a tavasz. Ilyenkor úgy érzem, mintha egy új világ lenne megszületőben körülöttem. Apa, nálam van egy csomagod. Még a postás nyomta a kezembe reggel iskolában. És ezt csak most mondod? Miféle hív? Nagy felfedezés, Katalin. Azért szólhatták volna Tamás. Utána be kellett volna szaladgálnom a hírrel az egész várost. Csak ugyan lóvá teszed ezeket a bölcs képviselőt. Ránk a kisebb polgárokra is szükség lehet. Mi most a városban úszolván a tömör többséget alkotjuk, és úgy érzem, itt az ideje egy kicsit demonstrálni. Tehát, ha jól értem, el kell vezetnünk egy csatornából a szennyet a Malomvölgyből, és át kell építenünk a vízvezetéket. Nem látok más megoldást? A mindennapi kenyerünk biztonságát akarom, Tamás! Én nem írok ki még egyszer éveket tölteni kovászsziklás partokon, erről az életről álmodozva! Azt hiszem, kezdem kiismerni magát. Hogstát. Polgártársaim népgyűlésben fogják megtudni a szintisztaiasságot. Ha talál rá helyet. Bevallom. Néhány nappal ezelőtt merészeltek volna úgy elhallgattatni, mint most. Oroszlánként keltem volna ki legszentebb emberi jogaim védelmét. De mellett. Most ne kapitán, kérem. A frászt hozza rá. Nagyon szépen köszönöm, hogy tegnap kimentett minket abból a csőcselékben. Ugyan semmiség. Katta! Hol maradt az erdő? Mindenki ott keresi a tápláléket, ugye bárhonnan állj könnyedben. Nem azt mondták, hogy ne nem ültek, hogy a hazagyarulhatni! Azt mondtam, hogy eltövítok szokkal összes követeit! Azt mondtsa! Azt akar a gyalán! Hogy hajnak, hogy hajnak után! Hány óra van, Kata? Nem hallottad, Kata? Azt kérdeztem, mennyi az idő?